focikupán itt van a Nézsai Református templomban. Isten hozott mindenkit. A 95. Zsoltár fohászával gondolkodjunk együtt. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg alkotók az Úr előtt, mert ő a Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népben, a kezében levő gyány vagyunk. Esperes úr fog szolgálni, rövid bizottságtétel után, amely szánygyőtanában elmondja az elmondandókat. Most a 471. éneket énekeljük az első versével bizonyára. Mindenki tudja, fel, baráti, drága Jézus, zászlója. Ebben is, hogy szeretne jobb és különbözőbb, mint a másik.
Itt ugye csak fogják összemérni az erejüket. Mindenki biztos, hogy azzal lép a pályára, hogy ő győző. Mert győző fel. Nos, voltak éppen most Pál apostol szavaival arra hívom fel a figyelmeteket, és erre figyelmeztet bennünket, hogy kétféle módon lehet. Nagyon sarkosan fogalmazva, lehet pogány módon, meg lehet keresztény módon. Keresztény iskolából, református iskolából vagy együtt, ezt a különbséget érzékelni kell és tudni kell. Végsősorban arról beszél, hogy a keresztény ember akár a sportpályán, akár az életben, az ő számára mindig meghatározó kell, hogy legyen a szabályszerű küzdelem. Világ azt mondja, melyik igyekez, Pál azt mondja, hogy az a koszor, amit nyertettek, kitüntetés, amit akár vitrínbe be lehet pakolni, a serlegeket, azt mondja, ez elhervadott. Ez csak ideig óráiban vezetnek a dicsőség. Nyilvánvalóan itt lesznek játékvezetők, akik vezetni fogják a mérkőzéseket. Azt kell mondani, hogy a játékvezető nem biztos, hogy észreveszi azt, ha valaki nem szabályszerűen küzd. Talán vannak, akik felnőttek, inkább emlékeznek, világhírű argentin focistára, Maradonára, aki egy világbajnoki mérkőzésen tulajdonképpen azt ütett a csapat a világbajnok, hogy kézzel ütötte be a labdát, úgy csinál, mint a fejjel szóra, és ez óriási szenzáció volt. Hát Maradonának is a dicsőséget tudjuk, hogy meddig tartott. Nekünk tudni kell, hogy nem az a legfontosabb, hogy a földi bíró mit állapít meg, hanem az, hogy felüldőr mit állapít meg, aki pontosan látja és tudja, hogy hogyan küzd. Ez a küzdelem azt mondta mindannyiunknak, ha nem fogunk győzni, szabályszerűen küzdötök, akkor ezzel készítettek azt, és készülhettek arról, és ez legyen a fontosabb, hogy a hervadhatatlan koronát, amit Jézus Krisztusért ígér nekünk Isten, azt mindenképpen megnyerjük. És ha ezt megnyerjük, akkor biztos vagyok benne, hogy ez is elsőképpen és lelkiképpen is építeni fog benneteket. Kívánom, hogy ilyen legyen a mostani küzdelmetek és egymással való megérésedet is. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozunk. Köszönjük véget, mennyi atyán, hogy a te neved imádásával kezdhetjük a mi mai napi munkánkat, a versenyeket is. Áldunk téged azért, mert te biztatsz bennünket. És azt akarod, hogy minden mi küzdelmünkben, minden mi igyekezetünkben az a rész, amit te készítettél, az a korona, az a koszorú legyen, ami szívünk vágya, az elnyerés, ami Jézus Krisztus által készítettél és adsz meg a téged szeretőknek és a szabályszerűen küzdőknek. Erre készíts most is áldásodat add a mi munkánkra, hogy küzdelemben is testvérünk egymáshoz is, és hozzá is közelebb kerülve növekedhessen a hitünk, erősödhessünk, és legyünk készek az élet további küzdelmeire is. Fiadé Krisztus Jézusunkért kérünk, így hallgass és áld meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az új imádságban, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás vétel előtt a 434. énekünk első verset énekeljük, bizonyára tudjátok, veszes Jézusunk védeli. Veszes Jézusunk, védeli.
mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat.